Rőrik Gyula várbászi születésű volt, és ott is teljesített szolgálatot. A második világháborút követően a jelentősen megfogyatkozott gyülekezetet a lelkész fogta ismét össze. Az egész élete szolgálat volt, a halála pedig egy különös jel, mert ugyanazon a napon halt meg, mint amikor beiktatták lelkésznek, mondta Békeférőri Klaudia, református lelkipásztor. Mindig, ahol ő akár a gyülekezetben, akár a szorványban volt, vitt magával. Én vittem a táskáját, vagy a palástját, és úgy valahogy együtt dolgoztunk. Tehát munkatársak voltunk. És azután pedig, mikor én lettem lelkipásztor, akkor ő jött hozzánk, és látogatott, és tanácsolt, és utána pedig, mikor, hát sajnos megbetegedett, akkor én úgy éreztem, hogy az én apukám halhatatlan, és ő nem fog meghalni abban a betegségben, amiben szenvedett. Az Isten tiszteletet Orosz Attila mellett Békefi Lajos szolgáltatta, akit szintén családi szálak fűznek Vajdasághoz. Édesapám felmenői azok Bácskosút falván éltek, aztán onnan rajzott ki a család, és 57 óta, 1957 óta járok rendszeresen át, és mindig az az érzésem, hogy a fészekből, az ősi fészekből megtalálok éppen egy kis szálat, amiből épült ez az itt lét. Rőrik Gyula azon lelkészi nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai nagyon nehéz körülmények között végezték a szolgálatot, hiszen a kommunista diktatúra időszakában a vallásos életet nem volt egyszerű megélni, emelte ki Orosz Attila, bácskai református esperes. Szorványban akkor sem volt egyszerű szolgálatot teljesíteni, mint hogy ma sem egyszerű szolgálatot teljesíteni, akkor még ugye nem volt autó, semmi vonattal járt, nagy kiterjedésű szorvány területe volt. Amit talán még nem mondtunk el, hogy 1959-ben alakult itt Feketicsen, vagy Bács-Fekete-hegyen egy lelkész továbbképző intézet, mivel abban az időben az itteni lelkész növendékek nem tudtak kiutazni sem Magyarországra, sem Erdélybe tanulni, és akkor az akkori lelkészek szervezték itt meg a fiataloknak az oktatását, tanítását, és Rőrik Gyula az Ószövetség tudományában volt különösen járatos. A családtagjaikra legfőképpen gondoljuk az iskolatársakra imádságban, mert átélni egy ilyen rettenetet, az egy életen keresztül alig-alig feldolgozható emléket és sebet jelent. Isten vigasztaló ereje legyen és maradjon a megpróbáltakkal. Az Isten tiszteleten a szerbiai vérontások áldozatairól is megemlékeztek.